Sajnos azért vannak emberek, akik itt hagyják a szemetüket, itt van egy szétszakadt sátor falja. Azért akárhonnan nézzük, csak vadkempingnek kell nevezzük. Nincsen itten semmi forrás. Pont itt a kabanánál van klassz kis forrás, és itten lehet még sétálgatni. Gyönyörű. Ennyi volt a kirándulás mára. Indulunk hazafelé. Na azért vannak itt a kabannánál turisták. És ilyen, mikor Twin Peaks-ben van a táj. Nagyon klassz. Egy kis eső.
Ezelőtt pár perccel ömlött a víz, ömlött. Szószoros értelmében ez most egy kis patak, ennél sokkal nagyobb volt. Na ezt nézzétek, onnan jöttem lefelé, azért egy kicsit durva ez a lépcső. És így van, a gyökerek alakítottak ki itt egy lépcsőzetet, ahol megállt a föld, meg ki most a vízőket. Na és itt megyünk lefelé, érdekes lesz. Már lépni is alig bírok. Elég durva volt ez a kis eső. Kicsit nagyobb eső. Úgy tűnik, hogy lent vagyunk azonnal a hegyről. Még van egy kicsi és kész a kirándulás. Legalábbis valami kabanát meg autókat látok ott. Volt a kirándulásunk vége, remélem tetszett. Lesz egy kis élménybeszámoló erről a kirándulásról, meg a cuccokról, amikkel elszerelve érkeztem meg. Minden esetre érdekes volt az egész jó kis buli. Most már azoknak, akik szeretnek elázni is. De hát ilyen a hegy. Na, sziasztok! Egyelőre. Úgy tűnik, elsiettem magam. Itt van még. Az út folytatódik. Elég jó kis meredek lejtő vár még rám. Na, akkor haladjunk, szólok majd, mikor kész vagyok. Na, volt egy jó kis segges. Hát ez a nevel jár. Szerencsére jól estem. Haladjunk tovább. Most már azért tényleg úgy tűnik, hogy megérkeztem. Kicsit kemény volt ez a túra. Na, találkozunk az élmény beszámolónál. Sziasztok! Akkor kezdjük is a beszámolót. A 4-es számú útvonalat választottam visszafelé, a Doki a menedékház volt a kemping utáni kiinduló pont, mely után a Lespezi csúcs és a meteorológiai központ mellett vezetett az út. A következő állomás a Fontenelle menedékház, és onnan körülbelül egy óra, másfél óra duró a végállomás. Az útvonalnak pirossá volt a jelzése, időtartama 3 óra 30 perc, mikor felfelé megyünk, 2 óra 20 perc, mikor lefelé megyünk a hegyről. Szintkülönbség 1180 méter, távolság 7,3 km, nehézségi szint közepes. Az útvonal télen is bejárható, előzetes időjárási tájékoztatás után induljunk el csak. Akkor beszéljek egy kicsit a kirándulásról. A Csalhóhegy megmászása rendkívül lenyűgöző és emlékezetes élmény lehet a természetjárók és turázok számára. Ami már az út elején nyilvánvaló volt, az a csodálatos táj. Az út során gyönyörű kilátás nyílik a környező tájra, amelyben zöldelő erdők, kristálytiszta patakok, impozáns sziklák és lenyűgöző völgyek találhatóak. Az út folyamatosan változik, így mindig újabb és újabb szépségeket fedezhet fel az ember. A hegy megmászása bizonyos részein meredek emelkedőkkel és sziklás tereppel találkozhatunk, ami kihívást jelentett különösen kevésbé tapasztalt turázók számára. A hegycsúcs elérése azonban egy hatalmas sikerélményt nyújthat, és büszkeséggel tölti el az embert, hogy legyőzte a kihívásokat. A Csalhóhegy megmászása lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljünk a természethez, távol a városi zajtól és a mindennapi stressztől. Az erdők, a friss hegyi levegő és a csend olyan élményt nyújthat, amely megnyugtathatja és feltölti az embert. Fontos megjegyezni, hogy a Csalhóhegy megmászása megfelelő felszerelést, jó fizikai állapotot és a hegyi körülményekhez való alkalmazkodást igényel. Az útnak megfelelően kell tervezni, és mindig figyelembe kell venni az időjárási körülményeket és az útviszonyokat. Ha biztonsági szabályokat és a környezetvédelmi
előírásokat tiszteletben tartjuk, akkor a Csalóhegy megmászása fantasztikus és emlékezetes élményt nyújthat mindenkinek. Nagy izgalommal kezdtem ezt a kis kalandot, amely során újra sátorban aludhattam, ami egyedi, természetközeli élményt nyújt mindig. Nagyon érdekes ilyen vadregényes tájon haladni és látni mindenhol a természet erejét, amely mellett mi eltörpülünk és igazán a helyére kerülnek a dolgok a fejünkben. A kemping, ahogy már mondtam, szinte semmit nem biztosít számunkra, víz és tisztálkodási lehetőség nem létezik, csak a menedékháznál. Viszont ez nem volt olyan dolog, amire számítottam, hiszen ilyen ez az ország, amely csak fizikailag van Európában, mentálisan, fejlettségben, teljesen Balkán. Jó volt látni, hogy kevésbé volt észlelhető a szemét, amit az úgymondott hazai turisták általában maguk után szoktak hagyni. Talán még van remény. Kemény kis út vezetett a táborhoz, de minden pillanatát élveztem. A legérdekesebb rész a vízesésnél volt, ahol láncon kellett felmászni, és nem épp könnyű hátizsákkal, de nagyon tetszett ez a kis erőpróba. A sátorozás klassz volt, nem épp amire emlékeztem, de eltelt több mint 20 év a sátor. Kifejezetten kellemes meglepetés volt maga, mint minőség és ultrakönnyűsége, amely csak 950 g, jó kis cucca Nightcat ultrakönnyű sátra. De erről egy más videóban bővebben beszélek majd, ha ti is kíváncsiak vagytok. Az alvás nem volt rossz, miután megfordítottam a matrac irányát, jól aludtam reggelig, mikor kipróbálhattam a kávéfőzést egyszerűbb eszközökkel, és jól sikerült, és finom kávét sikerült igyak reggel. A táj és az egész út nagyon lenyűgöző, mindenkinek ajánlani tudom, de ha sátorral mentek, legalább két éjszakát üljetek a hegyen, mert megéri. A visszaút az már egy kicsit más világ volt, más jelzésen haladtam, vagyis a piros sávon, felfelé a piros kereszten haladtam. És jó döntésnek bizonyult később, mikor ömlenni kezdett az eső, hogy másúton mentem visszafelé. Csak a nadrágom nem volt vízálló, és emiatt nagyjából 40 perc után a cipőm is megtelt vízzel, a hőmérséklet is lezuhant gyorsan nagyjából 12 fokra, plusz az eső sem segített sokat. Elég meredek rész volt az utolsó egy óra, talán több is volt, mert csak lassan tudtam haladni a csúszós talaj miatt, de nagy segítségemre voltak a túrabotok, ami nélkül szerintem nem is érdemes ilyen hegyre menni. Sok embert láttam, akik víz és megfelelő felszerelés nélkül indultak felfelé a hegyen, és biztos elkapta őket az eső. Sajnos sokan azt hiszik, hogy a hegy csak egy laza kis séta, és mikor jön az eső, a csúszós talaj össze-vissza megy a lábuk, és fáznak, meg minden más. És sok baleset is így történik. De ez van. Ami a lényeg, hogy a nehéz út után megérkeztem az autóhoz, és száraz ruhát vehettem fel, mert mindenem elázott, a fejemen és a hátamon kívül. Ha megkérdi valaki, hogy megérte, akkor azt mondom, igen, és igen. A természet sokkal többet ad a léleknek és a testnek, mint a modern világ, ezt kimerem mondani bátran. Mindenkinek ajánlom, hogy kezdjen el a természetben sétálni, mert nem csak a testnek egy próbatétel, hanem a léleknek pozitív táplálék, és sokkal jobb lesz a közérzetünk tőle. Ha tetszett a videó, akkor ne legyetek restek, és kattogjon az a like gomb, és osszátok meg barátaitokkal, ismerősökkel, így tudok én is fejlődni. A feliratkozás is teljes szívvel ajánlom mindenkinek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, a viszontlátásra, sziasztok!